az elmúlt ez kb. 150 évben számtalan helyen keresték, illetve feltételezték, hogy hol volt a csatatér, és nem találják. Azóta sem találják. Egyértelműen, véleményem szerint egyértelműen azért, mert rossz helyen keresik. A csatáról a legfontosabb forrás, a legfontosabb leírást, az Brodarics István írta meg, de Brodarics, és ez alapján próbálják megtalálni. Csak azt kell tudni a Brodaricsról, hogy ő egy ilyen író-olvasó ember volt, nem katona, egyáltalán nem volt katona, semmiféle katonai ismerete nem volt, és amikor ő a csatatéren ott lovagolt valahol a király mellett, és körülnézett, akkor ő a tájat látta, nem pedig a terepet, ami egészen más dolog. Tehát ő nem terepleírást ad a leírásában, hanem egy tájleírást. És én szerintem ezt értelmezik félre a későbbi kutató. Mindesetre megbeszéltük, hogy a Mohácsi csata meglehetősen véresen és rapszódikus módon véget ért. A török hadsereg egész éjszaka fönn volt, mert igazából nem tudták, hogy jön-e valamilyen ellentámadás, vagy nem jön. Másnapra azonban kiderült, hogy a csatatér üres, illetve hát csak a török hadsereg maradt ott, és Szulejmán azonnal számba vétette az elesetteket. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen kereste Lajos királyt, illetve Lajos királynak a holttestét. Néhány nappal, két-három nappal a csata után vált biztossá, hogy a király meghalt, de a holttestét akkor sem találták meg. Viszont a törökök nem hagyhatták, vagy nem hagyták a Mohácsi csatatéren ezt a, hát szerintem legalább 10-15 ezer, sőt a török holttestekkel együtt volt talán 20 ezer holttest is, nem hagyták ott bomlani ezeket a holttesteket, hanem eltemették őket. És ahogy korábban már említettem, valószínűleg ilyen tömegsírokat ástak, és ezeket a tömegsírokat nem találták meg. Egyetlen egy sírt találtak meg, ami a csatatértől kilométerekre távolabban. Szerintem az menekülők csoportja volt, akit ott levágtak, és azokat, és szerintem valamikor a csata után napokkal temették el őket. Mindenesetre Szulejmán, aki azzal a céllal érkezett Magyarországra, hogy Lajos királyt majd jól megrendszabályozza, és rákényszeríti arra, hogy tárgyaljon vele, Szulejmán egy nagy pácba került, nem volt kivel tárgyalni. Pontosabban, amikor kiderült számára, hogy Lajos meghalt, akkor tudatosulhatott benne az, hogy ő volt akaratlanul is az okozója annak a helyzetnek, amit ő mindenképpen szeretett volna elkerülni. Mert pedig a helyzet az volt, Magyarország király nélkül maradt, és automatikusan életbe lépett a Habsburg-Jagelló örökösödési szerződés. Magyarra lefordítva, a Habsburgok immáron jogot formálhattak Magyarország trónjára. Ugye ő ezt pedig mindenképpen szerette volna elkerülni. Egy dolog a Habsburg-Jagelló házassági szerződés, de van egy más dolog, ugye a Rákosi végzés. 1505-ös Rákosi országgyűlésen azt a végzést hozta a Magyar Országgyűlés, hogy amennyiben gyermektelenül hal meg a király, illetve király választásra kerül sor, akkor az új király az mindenképpen magyar embernek kell lennie. Ebben a szellemben választották meg magyar királyá Szapolyai Jánost, első János királyt. De mit csinált Szulejmán? Ugye térjünk még egy pillanatra vissza ehhez. Ugye Szulejmán a csatatéren elrendezte, amit el kellett rendezni, néhány ezer a biztonság kedvére azért voltak fogjai,
pár ezer fogolynak a biztonság kedvéért levágatta még ott a fejét, majd fölkerekedett az egész hadsereg, és mindenféle ellenállás nélkül elindult Buda felé. A száguldó csapatait, ezek a úgynevezett akindzsiket, ezeket már korábban szétküldték, és ezek gyakorlatilag az osztrák határig, vagy a felvidékig bekalandozták Magyarországot, és égettek, pusztítottak. Hamarosan, ugye szeptember első napjaiban eléri Budát, Budáról mindenki gyakorlatilag fejvesztetten elmenekült. Legelsősorban is ugye az udvar, a királyi udvar. A királyné, Habsburg Mária, amit lehetett, fölpakoltatott a hajókra, és Bécsbe menekült. Ugye Szulejmán mindenféle katonai ellenállás nélkül foglalta el, szállta meg Budát, illetve hát volt egy kis ellenállás, egy talán 10 000 főnyi ilyen paraszt sereg gyűlt össze Pilismarótnál, akik egy nagy szekértábort építettek ott, de szamarosan szétverték, illetve legyőzték ezt a kis, meglehetősen rosszul vezetett és nem jól felkészült kis magyar sereget. Mit csinál Szulejmán? Szulejmán meglátogatja a várat, ott találja Mátyás Korvináit, ugye a gyönyörűen berendezett pazar reneszánsz palotát. Hát a Korvinákat a biztonság kedvéért ugye magával vitte Konstantinápolyba, illetve Isztambulba, illetve ilyen hálaadó Isten tiszteletet tartottak a Mátyás templomban, amit erre az alkalomra ugye átalakítottak muzulmán templommá, mondjuk így. És aztán egy hét múlva összepakolt, és elhagyta Magyarországot. Nem azon az útvonalon, ahol jött, hanem a Tisza-Duna közén, ahol a seregnek már nem voltak olyan nem volt olyan jó az ellátottsága, hiszen akkoriban ugye a Kiskunság az egy meglehetősen homokos, nem túl termékeny terület volt, ott nem nagyon találtak élelmet, egészen addig élelmezési gondjaik voltak, amíg Szeged környékére nem értek, a Szeged környéki gazdag táj, ott találtak meg fő mennyiségű élelmet. Ha jól emlékszem, volt ilyen bejegyzés a Szulejmán hadinapójában, hogy egy nap 70 ezer birkát találtak, hát, illetve fogtak el, úgyhogy abból már ugye a hadsereget tudták élelmezni. Aztán kivonultak az országban, megerősítették ugye a Nándorfehérvár vérséget, a szerénységben továbbra is ott maradtak, és elhagyták az országot. Magyarország legyőzve itt van, de nincs ott az ellenfél. Ugye én azt gondolom, hogy ha nem értjük meg azt a koncepciót, amit szulejmáni koncepciónak hívunk, hogy Szulejmánnak az volt a célja, hogy Magyarország ból egyfajta ütköző államot csináljon maga és a Habsburgok, maga a birodalom és a Habsburg birodalom közé, akkor nem értjük például ezt a tettét. Ez teljesen értelmetlen, hogy el van foglalva az ország. Miért vonul ki? Persze ehhez tudnunk kell azt is, hogy ha itt marad a török hadsereg Magyarországon, mert miért nem maradhatott volna itt, akkor viszont bajok lettek volna a birodalom másik végében, ázsiai, afrikai végében, mert a török birodalom az egy erőszakkal összehozott képződmény volt, és rendszeresek voltak a lázadások, és rendszeresek voltak az ellenséges országoknak a támadásai. Nem maradhatott itt a török hadsereg, tehát mindenképpen ez a koncepció is ezt feltételezi, mindenképpen önként kellett Magyarországnak erre a szerepre vállalkoznia. Az önként természetesen azt jelenti, hogy mondjuk legyőzöttként nincs más választásom, akkor elfogadom a Szulejmán koncepcióját, a török koncepciót. Szulejmán tehát kivonult 1526 őszén, és várta, hogy mi történik Magyarországon. Hát Magyarországon ugye először is a Nemzeti Párt az 1505-ös Rákosi végzésre hivatkozva megválasztja Szapolyai Jánost. Ugye van már királyunk, hogy Pozsonyban néhány főúr, néhány nyugat-magyarországi főúr, tényleg néhány, 3-4-en voltak,
meg néhány köznemes királlyá választja Ferdinándot, Habsburg Ferdinándot, első Ferdinánd néven. Mert hogy ugye szabad királyválasztás van Magyarországon, meghalt a törvényes uralkodó, akkor válasszunk. Ennek a pár főúrnak gyakorlatilag az égvilágon semmi köze nem volt a közakarathoz, illetve ahhoz, hogy a nemesség, nemesség és a főnemesség nagy része mit akar. Ők néhányan elhatározták. Az ő érdekeik nyilván a Habsburgokkal közös érdekek voltak, a nyugati határszélen voltak a birtokaik, és nem érdekelt őket, hogy az ország többi részével mi a helyzet. Ők akarták, meg persze a Habsburgok is akarták, hogy Ferdinánd legyen a magyar király. Van katonái, és támadást indít Magyarország ellen, János ellen, konkrétan már 1127-ben. Mikor elfoglalja Fehérvárat, akkor Fehérváron őt is újra koronázzák. Kezdetben ugye sok pénze van, vagy kezdetben még van pénze, tud zsoldosokat fogadni, és sikereket ér el János ellen. Az ő lázító tevékenységük folyamányaként a délvidéken az arra kóborló délszláv menekültek is föllázadnak, egy Cserny Jován nevű szerb, ilyen katonai parancsnok vezetése alatt. Ugye ez is megnehezíti János dolgát. Ferdinánd maga ugye 10 000-es zsoldos hadsereggel törve Magyarországra, hamarosan elfoglalja Budát, és egyre keletebbre szorítja Jánost. Az ország lakossága meg elhűlve figyeli, hogy mi történik. 1527. szeptemberében Tokajnál legyőzik János seregét, és kénytelen elmenekülni az országból. Már 1526-ban, 26 végén, amikor János királyá választották, megérkezik a követ Magyarországra, a török követ, aki tárgyalni akar Jánossal. Én azt gondolom, hogy ez is bizonyíték arra, hogy itt létezett ez a szulejmáni koncepció. János azonban nem akart tárgyalni, amíg úgy érezte, hogy biztos a helye, addig nem akart tárgyalni a törökökkel. Egészen 1527. októberig, októberben ő már ugye Kelet-Magyarországon volt, és akkor küldi el csak a saját követeit a törökökhöz, és kezdődnek meg a tárgyalások. Szulejmán nagyon szívélyes, és mindent elfogad. Nem tudjuk pontosan, hogy miben állapodtak meg. Az biztos, hogy 1529-ben Szulejmán hadjáratot indít János visszahelyezésére a magyar trónra. 1527 végén ugye János el kellett menekülnie Magyarországról, ugye, és ő elmenekül Lengyelországban tartózkodik meglehetősen hosszú ideig. Ez alatt Ferdinánd ugye az ország ura, úgymond, de a törökök 1529-ben megindítják, illetve Szulejmán megindítja az újabb hadjáratát, és a követek útján megbeszéli Jánossal, hogy a Mohácsi síkságon fognak találkozni. És 1529, hát ez éppen nem augusztus 29-én, pár nappal korábban volt, ott találkoznak. A készcsók, ugye erről kell beszélnünk, mert sokat emlegetett dolog, hogy amikor megegyeznek Szulejmán és Szapolyai János, akkor Szapolyai János ezt egy készcsókkal pecsételte meg ezt, hogy heze csókolt volna Szulejmánnak. Hát nincs rá bizonyíték, hogy ez megtörtént. Egyáltalán nincs rá bizonyíték, de én azt gondolom, hogy baromi jellemző lenne Szapolyai Jánosra, hogyha megtette volna ezt a készcsókot, mert hogy még ezt is bevállalta volna azért, hogy segítsen ezen az országon. De én azt gondolom, hogy ez egy gesztus, tehát nem gondolom, hogy ez ennek különösebb jelentősége volt. Én azt gondolom, inkább sokkal... Eltökéltségből és alázatból megtette volna. Így van. És ezt bizonyítja, hogy egyáltalán tárgyal a törökökkel, hogy az ország érdekét tekintette elsőnek, míg a Habsburgok csak a birodalmukat szerették volna növelni. Tehát én azt gondolom, hogy azért egyezett meg a Szulejmánnal, azért
járult elé, azért akár kezet is csókolt neki, mert azt szerette volna, hogyha Magyarország egy önálló és egységes ország marad. Szulajmán ezt a lehetőséget kínálta fölünk, mindössze annyit kért, hogy a külpolitikában igazodjék a magyar külpolitika a török érdekekhez, mondjuk így. És azért, hogy Jánost ugye vissza tudja helyezni a királyságába, visszaadja neki a magyar koronát, ezzel mint egy legitimálja az ő uralmát, és visszaadja neki az országot. Tehát a dolog úgy áll, hogy Szulejmán a kardjogán, tehát meghódított tartománynak tekintette már Magyarországot, csak az a gesztus, hogy visszaadja Jánosnak. És aztán a hadserege tovább indul, hogy rákényszerítse fel Vilándot arra, hogy ezt a tényt fogadja el. Ez az 1529-es bécsi ostrom előzménye. De hát nagyon későn indulnak, ugye augusztus 25-e táján találkoznak Mohácson, hónap végére vannak Budán, és utána indulnak meg. Tehát nagyon kevés idejük van a töröknek. Általában október végén a törökök befejezik a hadakozást az európai részen, mert indulni kell vissza, mert lehet, hogy a következő évben már mondjuk valahol az Eufrátesz mellett kell neki ennek a hadseregnek harcolnia. Tehát, ja, és ostromágyuk nélkül. Tehát itt nem Bécs elfoglalása volt a fő cél, hanem Ferdinándnak a rákényszerítése arra, hogy fogadja el azt a helyzetet, hogy nem ő Magyarország királya. De nem jött be a dolog. Annyira nem jött be, ugye a török hadsereg nem hozott magával ostromágyukat például. Ágyúik voltak, de ostromágyuk nem voltak. A bécsi védelem nagyon jól meg volt szervezve. Úgyhogy az ostrom kudarcba fulladt. Ráadásul nagyon hamar abban az évben nagyon hamar elkezdődtek az őszi esőzések, és ilyen teljesen elázva, ilyen belt hadseregként érkezett vissza a Szulejmáni haderő Budára, valamikor október legvégén, november elején. Ebben a szituációban, 1529-ben, az egy nagyon fontos év, azt gondolom, 1529, mert ebben a szituációban látszólag megvalósul a szulejmáni koncepció, hiszen János egész Magyarország királya, a Habsburgokat kiverték, Jánossal megtörtént a megegyezés. Nagy valószínűséggel a megegyezés, ahogy mondtam, olyasmi lehetett, mint ami később létrejött Erdély és a török birodalom között. Tehát Erdély is... Anélkül kiverték a Habsburgokat, hogy elfoglalták volna Bécset. Igen, igen. Hát ugye Bécs már nem Magyarország, az országból kiverték, Bécset pedig nem foglalták el. De én azt gondolom, tehát itt lett volna az a pont, amikor el lehetett volna kerülni ezt a bizonyos 150 éves török uralmat, ha valamilyen módon Ferdinándot rákényszerítik arra, hogy elfogadja ezt a helyzetet, hogy ő már nem Magyarország királya, ő neki semmi köze Magyarországhoz, Magyarország ott a török védi. De sajnos a dolog úgy alakult, hogy Ferdinándban pont az ellenkező hatást váltotta ki, vagy a Ferdinándban is környezetében. Ugye nem sikerült a bécsi ostrom. 1532-ben egyébként ugyanezzel az indokkal, hogy János királyságát biztosítsa, ugyanezzel az indokkal indul meg majd a török hadsereg. Nem sikerül a bécsi ostrom. A törökök is számítottak arra, a török vezetők is számítottak arra, az oszmán vezetők is számítottak arra, hogy nem fogják tudni megtartani Bécset. De ha aztán már végképpen nem számítottak, hogy még elfoglalni se tudják. Úgyhogy Ferdinándban kialakult az a nézet, hogy törökök, az oszmánok, Szulejmán nem elég erős ahhoz, hogy Bécset fenyegessék, de még ahhoz se nagyon, hogy Budát megtartsák. Úgyhogy pont az, én azt gondolom, hogy ez a hadjárat pont az ellenkező hatást váltotta ki. Ferdinánd, a 32-es. Meg a 29-es is, a 32-es csak megerősítette. A 32-es hadjárat egyébként is egy nagyon furcsa hadjárat, teljesen kilóg a hadjáratok sorából. Nem azon az útvonalon ment a török hadsereg, amely a szokott, keresztül vágott a Dunántúlon. Ugye így jutottak el Kőszegre. és megint csak nem ostromra készültek. Nem az volt a cél, hogy minden tiszteletem Kőszeg ostromból, vagy Kőszeg védői, de a török hadsereg nem
szerintem nem arra készült, hogy Kőszeget, mint fontos vára, tehát nem is volt fontos vár, elfoglalja. Ez a te feltételezésed? Ez már, ez több, hát van egy ilyen nézet az ezzel foglalkozók körében. Akkor vajon mi volt a cél, ha nem most? Hát azért állt meg ott szerintem a török haderő, aki egy teljes haderő volt, tehát ez a, hogy tudom, ilyen 150 ezeres vagy 100 ezeres török haderő volt. Azért állt meg ott a török haderő, mert Bécsújhelynél az összes birodalmi, mármint német-római birodalmi haderő ott állomásozott 5. Károly parancsnoksága alatt, aki megijedt, hogy az oszmánok betörhetnek a német birodalomba. Ez legalább 80 ezer nagyon jól képzett német zsoldost jelent Bécsújhelynél. Viszont ők se támadtak. Bécsújhely meg Kőszeg között, hát mennyi lehet a távolság? 80 kilométer? 100 kilométer? Mondjuk. És a két hadsereg ott, az egyik a magyar oldalon, a másik meg az osztrák oldalon ott vártak. És gondolom fenyegették egymást, de nem csaptak össze. Mind a két társaság, véleményem szerint mind a két uralkodó félt attól, hogy mi lesz, ha megsemmisül a hadseregem. Mit csinálok akkor? Úgyhogy egy ilyen ökörrázásban kimerült az egész dolog. Jelképesen elfoglalja Szulajmán Kőszeget, ez azt jelenti, hogy kitűzhették a török zászlót a várra, de egy darab török katona nem lépett Kőszeg területére, utána szépen visszafordultak és elhagyták Magyarországot. Megint csak nem sikerült rákényszeríteni Ferdinándot arra, hogy elismerje, hogy János Magyarország királya. 1529-es hadjárat után már 1530-ban hadjáratot indult Magyarország ellen, Budát ostromolta. 32 után pedig komolyan azt gondolta, hogy neki hadsereggel kell Magyarországot visszafoglalni, egyébként is máshol volt lekötve a török birodalom. Ferdinándot is meg fogja koronázni, de ők majd csak később. Úgyhogy az a helyzet, hogy a pont az ellenkezőjét érte el Ferdinánd ezekkel a hadjáratokkal. És felmerülhet a kérdés, hogy miért? Miért Szulejman. És akkor felmerül a kérdés, hogy miért nem sikerült? Miért nem sikerülhetett neki? És akkor itt kell beszélnünk egy ilyen katonai kérdésről. Ezt egy Perjes Géza nevű volt katonatiszt, aki még a Ludovikán tanult, elég jó megtanulta a vadászatot, dolgozta ki ezt az elméletet. Ez az úgynevezett akciórádiusz elmélet, ami azt mondja ki, hogy mivel a török birodalom fővárosa Konstantinápoly volt, az oszmán birodalom fővárosa Konstantinápoly volt, a központot mindenképpen meg kellett védeni. És ezért a török hadsereg azok keleti, meg nyugati, meg déli irányba mindenhova támadhatott, de nem hagyhatta nagyon sokáig magára ezt a központot, mert különben mindenhol ugye az ellenség mindenhol rátámadott. Európában a török oszmán birodalomnak pedig olyan volt, hogy ezt a bizonyos Konstantinápolyt nem lehetett megvédeni a Balkán nélkül. Ha a Balkán nélkül nem lehet megvédeni, akkor előbb-utóbb összeütközésbe kerül a legerősebb itteni hatalommal, Magyarországgal, ugye az oszmán birodalom, mint ahogy összeütközésbe is kerül. Majd amikor a magyar birodalom ilyen-olyan okok miatt ugye összeomlik, akkor meg a Habsburgokkal. Tehát mindenképpen konfrontálódni kell valakivel, aki szintén akarja a Balkánt. Tehát a Balkán nélkül nem lehet megvédeni a központot. Abszolút azt gondolom, hogy abszolút nem véletlen, hogy 1922-ben, amikor ugye ekkor már megszűnt a török birodalom, létrejön a török köztársaság, Kemal Atatürk vezetésével, az egyik első lépésük az volt, hogy a fővárost Isztambulból áttették Ankarába, ami Anatóliának a kellős közepén van, egy jól védhető helyen. Egyébként gyakorlatilag egy sivatag közepén, a semmi közepén. Isztambult nem lehetett volna védeni. Az olaszok támadták, a görögök támadták, és egyáltalán ez egy tengeri átkelő hely. Tehát ezt úgy lehet megvédeni, hogyha a környezete is azé a birodalomé. Egyébként pedig azt gondolom, hogy az oszmán birodalomnak, pláne ebben az Szulejmán idejével, sokkal, de sokkal fontosabb dolga lett volna, mint hogy itten belegabajodjon a magyarországi trónutódlás, meg egyéb kérdésekbe.
például, ahogy említettük, Szíria és Egyiptom elfoglalása után még irgalmatlan sok szervező munka volt ezen a területen, hogy az adók, a illetékek nem tudom, még befolyjanak, plusz szinte állandóan évről évre mindig föllázott valaki ezekben a tartományokban, tehát rendet is kellett tartani ott, katonaságot kellett tartani. Keleten, ugye mi volt az a óriási üzlet, amiben bele tenyereltek ezáltal az oszmánok, hát ez a fűszerkereskedelem volt. Ennek a korszaknak a legnagyobb üzlete. Tényleg nem is tudom, ma nem is tudnék valami hasonlót sem mondani. És ez hol folyt? Ugye két tengeren keresztül hozták, Indiából hozták meg a fűszerszigetekről, Indonéziából hozták a fűszereket. Hogyan? Egyik az Ormuzi szoroson keresztül, ugye Bászráig, és aztán a Levantére, Szírián keresztül, a másik útvonal meg a Vörös-tengeren keresztül, Aden, Vörös-tenger, és aztán ott Kairó környékén kerültek hajóra is, mentek Genovába, Velencébe, akik szétterítették egész Európában. Bámokat lehetett, adókat ki lehetett, hatalmas pénzösszegeket szedett még az Oszmán Birodalom. A fő ellenfél ebben a korszakban a portugálok voltak igazából. A portugál 1498-ban Vasco da Gama elérte Indiát, onnantól kezdve hajóit megpakolt a fűszerrel, és hazament. Azonnal multimilliómos lett belőle, és ettől kezdve minden portugál kereskedő hajós, ennek ez volt a célja, hogy biztosítsuk a fűszerkereskedőt, majd mi hozzuk a fűszert Európába, hogy milyen legyen a haszon. Persze kiderült nagyon hamar, hogy a portugálok kevesek ehhez, amennyi fűszert kell Európának, ahhoz azt ők egyszerűen nem képesek ide szállítani. Ez egyébként valamikor a 1530-as évekre tisztázódott. 1530-as években kötnek aztán végül is egyfajta ilyen kompromisszumos békét a portugálokkal, hogy induljon meg azért ezen az útvonalon is a fűszerkereskedelem, de a portugálok ugye megszerezték maguknak a Hormuzi szorosba adta Hormuz szigetet, és akkor ők is megvámolták azért a kereskedőhajókat, tehát mindenki jól járt. Legfőképpen az európaiak jártak, mert akkor megint akadálytalanul tudott jönni a fűszer Európába. Ezek, mindig elfeledkezünk róla, hogy az Oszmán Birodalom világbirodalom volt. Nem Magyarország volt a legfontosabb terület, ahol az érdekeit akarta érvényesíteni. Sokkal nagyobb pénzekről van szó, amikor a világkereskedelemről beszélünk. De meg kellett oldani a magyar kérdést, mert úgy, ha nyugaton biztonság van, akkor tud a keleti kérdésekkel foglalkozni. Tehát mindenképpen meg kellett oldani. Ferdinánd visszatérve, tehát 1532-33-34 után, ugye Ferdinánd mindenképpen fegyverrel akarta megoldani ezt a problémát, zsoldosokat küldött Magyarországra, zsoldos hadseregeket, ezeket a hadsereget azonban rendszeresen nem tudta fizetni. Ezért ezek a hadsereg nem érte el célt, és ez borzasztóan frusztrálta őt, azt gondolta, hogy sikerül. A másik oldalról János király meg borzasztóan frusztrálta az a tény, hogy ő nem tudja megvédeni a saját országát, még török segítsége se, hiszen, vagy oszmán segítsége se, hiszen az oszmánok, meg Szulajmán nem ért rá. Most, ha történik idén valami, akkor a török oszmán haderő, az csak a következő évben tudott rá reagálni. Ha tudott, ha nem volt valahol máshol valami probléma. Tehát ő benne meg azért volt frusztrált, mert azt mondta, hogy nem tudom biztosítani az országomat. És így indulnak meg a tárgyalások 1534-ben, aminek a vége lesz 1538-ban a Váradi Egyesség. Mi vezérelte a feleket a Váradi Egyezmény létrejöttében? Hát alapvetően az egész dolog mögött szerintem egy illúzió van. Mindig egy nagyon veszélyes illúzió. Az az illúzió, hogy a Habsburgoknak van elég ereje ahhoz, hogy kiverjék a törököket, az oszmánokat Magyarországról. Ezért kezdett tárgyalásokba János, illetve ezért gondolták azt a Ferdinánd oldalon, hogy ők ezt meg végre tudják hajtani. És ezért, még Ferdinándnak nem volt elég pénze soha
katonára, de azt gondolta, hogy ha a bátyjától, 5. Károlytól megkapja a segítséget, akkor ezt ő végre tudja hajtani. De ez egy illúzió volt, kiderült. Nem tudta ezt a dolgot végrehajtani. 1538-ban tehát megszületik az egyezmény, ami arról szól, hogy Szapolyai János halála után az országot Ferdinánd örökli, illetve a Habsburgok öröklik, de azzal a feltétellel, hogy a törököket ki kell verni az országból, tehát a törökök nem jöhetnek Magyarországra. Az élet furcsa, ugye akkor már idős ember Szapolyai János, a feleség egy viszonylag fiatal nő és terhes lesz. És 1540-ben megszületik a kisfia, a kis János Zsigmond, és Szapolyai János öreg ember ugye annyira örül az újszülött gyermeknek, annyira felfokozott idegállapotba kerül, hogy megbetegszik, és néhány, talán másfél hét múlva meg is hal. Jött a gond, hogy 1540-ben vagyunk, meghal János király. A törökök számára, az oszmánok számára, Szulejmán számára egyértelmű, hogy nem működik az ő saját koncepciója, nincs, kiben bízzon ezek után meg. Ugye egy valakiben bízhatna meg 100%-ig, az Jánosnak a fia, de az egy csecsemő. Egy csecsemővel nem lehet tárgyalni. Úgyhogy szerintem ez az a pillanat, János halála az a pillanat, amikor Szulejmán elveti ezt a koncepciót, hogy Magyarországból ütköző államot akarjon csinálni. Helyette azt gondolja, hogy neki kell az ország közepét uralni mindenképpen, mert nem engedheti meg, hogy a Habsburgok túlságosan közel kerüljenek az ő birodalmának a központjához, a közepéhez. Úgyhogy amikor a követség megérkezik Isztambulba, helyben hagyja a kis János Zsigmond magyar királyi címét, de már szervezik a török a haderőt, és 1541-ben újra Magyarországra tör Szulejmán. Természetesen János halála után Ferdinánd azonnal hadsereget küld Magyarországra, elkezdi Budát ostromolni. Ez egy öreg generális, egy Roggendorf nevű öreg generális, több mint 3 hónapig kínlódnak itt az ostrommal a nyár folyamán, és amikor meghallották, hogy jön az oszmán hadsereg meg Szulejmán, akkor ugye eltakarodnak az országból. Szulejmán megérkezik, Óbudán vesz szállást magának, és elkezdődnek a tárgyalások, ekkor már ugye a fiatal János Zsigmondnak a képviselőivel, elsősorban György baráttal, aki ekkora már országos politikussá nőtte ki magát, ugye Fráter György. És a tárgyalások ideje alatt, ugye a ismert módon, Gárdonyi ezt nagyon jól megírta, az ismert módon a janicsárság szépen besétál a nem őrzött budai várba, és 1541. augusztus 29-én, ugye most már harmadszorra is elfoglalja Szulejmán uravárát. De most már nem vonul ki onnan, most már megtartja magának, azt mondja, hogy nem lehet bízni a magyarokban. A muzulmánok védő pajzsává fogja fejleszteni ezt a várat. Valóban janicsárokat hagynak ott, komoly őrséget a várban, és aztán ő kivonul az országból. De hogy nem működött ez az ő koncepciója, ugye a török vezérkarban bűnbakot kerestek, hogy vajon ki miatt nem működött ez a dolog. És ugye János gyakran tárgyalt Ferdinánddal, mert neki nem a török érdekek voltak az elsődlegesek, hanem az ország érdeke, Magyarország érdeke. Ezért aztán nagyon hamar megtalálták a törökök, azt mondták, hogy az egész koncepció azért nem működött, mert ilyen kétszínű ember volt a Szapolyai János. Úgyhogy szerencsétlen Szapolyai János úgy járt, hogy a magyarok török bérencnek tartották, a törökök meg árulónak. 1545-ben, amikor Székesfehérvárt elfoglalják az oszmánok,
akkor az összes Fehérvárt elfoglalják az oszmánok, akkor az összes királysírt felnyitják, és a mellékleteket, az ékszereket kirabolják, és aztán tiszteletteljesen visszatemetik a magyar királyok maradványait. Egyetlen kivételt tesznek Szapolyai János sírjával, külön parancsot ad Szulejmán, hogy az ő csontjait szórják szét. Ez is mutatja, hogy gyakorlatilag árulnak tartotta. És miután ez a szulejmáni koncepció, a szulejmáni ajánlat ugye visszavonatott, azt lehet mondani, hogy ettől a pillanattól kezdve már nem beszélhetünk arról, hogy el lehetett volna elkerülni a 150 éves uralmat, sajnos ennek ez már nem lehetett elkerülni. A következő években az oszmán haderő magyarországi gon, hát inkább már szélesíti a elfoglalt területet, tehát igazából nagy előrenyomulás már nincsen, tehát mint Esztergomot elfoglalják meg majd később Érsekújvárat, igazából csak megerősítik ezt, tehát nehogy csak a Duna mentén egy vékony kis vonal legyen a fején Budával, hanem ez egy kiszélesítik, és gyakorlatilag minden az úgynevezett várháború kora, ami 1541-től mondjuk Szigetvárig tart, ebben az időszakban inkább a hódítás kiszélesítése folyik itt Magyarországon. Szóval válaszolva az első kérdésünkre, sajnos én azt gondolom, hogy olyanok voltak a történelmi helyzetek, hogy Magyarország ebben a felállásban, tehát ilyen Jagelló uralommal, meg az utána való helyzettel, meg Ferdinánddal, meg Habsburgokkal sajnos nem úszhattuk meg ezt a 150 éves uralmat. Ami viszont fantasztikus és félelmetesen jó dolog nekünk magyaroknak előre a jövőre nézve, hogy az az ország, meg az a nép, aki ennyi nehézséget, ennyi rossz dolgot átél, túlél, annak van helye a nap alatt, én azt gondolom. Van helye a térképen. Van helye a térképen, így van. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.